Gábor Áron egyedüliként fennmaradt eredeti ágyújából és az 1848-49-es forradalom és szabadságharchoz köthető fegyverekből, emléktárgyakból álló kiállítás nyílt az újjáépülő budavári Palota-negyed területén található főőrség épületében. Az ünnepi hosszú hétvége előtt megnyíló kiállításon elmondott beszédében Németh Szilárd kiemelte, ahogy 1848-ban úgy ma is elsődleges szempont a nemzet érdeke, békéje és biztonsága. 1848. március 15-én vér nélkül győzött a magyar forradalom, példa nélküli nemzeti egységben. Eredményeképpen megalakult a független magyar kormány, a magyarok elérték, hogy az országnak saját védelme, pénzügyi függetlensége legyen, és beindulhasson a magyar törvényhozás. A sikerhez elengedhetetlen volt a közös akarat és a célra törő szándék. Ma is erre az egységre van szükség, hogy megvédjük függetlenségünket, biztonságunkat, eddig elért eredményeinket, hogy Magyarország előre menjen a fejlődés útján, és ne hátra. Hiszen elsődleges szempont a nemzet érdeke, békéje és biztonsága. A kiállításnak otthont adó várkapitányság vezetője, Fodor Gergely kormánybiztos köszöntőjében elmondta. A megújuló budavári Palota negyed és a főőrség újjáépült épülete méltó helye lesz a nemzeti emlékezetet szolgáló kiállításoknak a jövőben is. Gábor Áron és kortársai tudták, hogy a szülőföld iránti hűségnél semmi sem lehet fontosabb, hangsúlyozta köszöntőjében Tamás Sándor, Kovászna megye tanácsának elnöke, aki beszédében kiemelte, a Székely Nemzeti Múzeum örömmel segítette a kiállítás létrejöttét emléktárgyaival. Az ünnepi hosszú hétvégén megnyíló tárlatot a Hadtörténeti Intézet és Múzeum is támogatta gyűjteménye több darabjával. A Lészen ágyú, Gábor Áron és a Székely Hősieség című kiállítás június 12-ig tekinthető meg a főőrség épületében.